Különösen nagy ünnep volt idén a Pünkösd bátalpátiban. A csodaszép fekvésű kis faluban nem csak az egyház születésnapját, hanem a 200 éves evangélikus templom megújulását is ünnepelték. 1946-ban 800 németet telepítettek ki a ma 500 lelket számláló községből. A hazájukból elűzöttek, mikor megtudták, hogy végveszélyben kedves templomuk, 47 ezer német márkát adományoztak a bátalpáti önkormányzatnak, lehetővé téve ezzel a felújítást. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. A hálaadó istentiszteletet Harmati Béla püspök, Gréling Dániel esperes és egy a németországi vendégekkel érkezett lelkész tartotta német és magyar nyelven. Az ünnepi istentiszteletet a Bonyhádi Német Nemzetiségi Énekkar és a Bátaszéki Pedagógus Kórus csodálatos éneklése tette felejthetetlenné. Nap további részében a bátalpáti iskolában megnyílott Bodony János bátaszéki festőművész kiállítása. Délután pedig néptánccsoportok bemutatójában gyönyörködhettek, a Németországból érkezett kitelepítettek, valamint minden érdeklődő.